run already. Aha, mondja, hogy mi a következő feladatunk, úgyhogy majd az étterembe kell menni. Szerdánként Master Me Commander, péntekenként Pea Biscuit, ugye húgyos keksz. Szavasz. Szombatonként Lesbian Midget Wrestling, tehát leszbikus kisnövésű pankráció, birkózás, illetve vasárnap brutális donkey rape, brutális szamár erőszakolás. Illetve szerdán, hogy elfelejtettem mondani, hogy hogy master me, tehát hogy használj fel commander mester, tehát hogy izé, hogy csinálj velem, hogy akarsz parancsnok. Hétfőn pedig a enderment, a merészség spermái. Elvileg itt tele lennénk titkos cuccokkal, meg ilyesmik, de létszi, nem kell mondani. Én, amit magam észreveszek, milyen hasonlók, azokat szemügyre veszem, és informatívan közlöm veletek, például a Desodor, meg a Glocktárak egyébként. Van nálam egy csomó kaja, nem kérsz? Ezt betolom magamba, igaz, nem működik az el, de meg tudnám oldani egyébként. Na jó, akkor elszívok egy pipát. This can't be good for me, but I feel great. És akkor ide kell bemenni. You got nothing. Hello and welcome. May I take your order, please? I think I need a drink before breakfast. I'm never shopping here again. Great. Én meg kifogtam egy zombit. Na, de megvan a bandázsos fejem, jó van. Ja. Nem szeretem a sajtot, vagy hát dude nem szereti a sajtot. Aha, mutálódik, és megőrül. És már kitört a zombi apokalipszis. Ez megtapsolta? És igen. Ahogy a szerdán is, vagy hát csütörtökön láthattátok nálam, szétlocsatjuk a fejét, akkor döglik meg a zombi. És úgy tűnik el, mint a Resident Evil 4-ben a Las Plagas-i fertőzöttek. Jó, vegyük először is a signature fegyverünket. Az egyik signature-t. És igen, lehet látni, hogy ezek nem Romero zombik, mert még fej nélkül is működnek. És ugye 20-at kell kiiktatni. Illetve előfordul, hogy így beklippel a... Illetve totálisan leamputáljátok minden részét, akkor is meg fog dögleni. Tehát ha véletlenül így beklippel a föld alá a fej, akkor nem kell csüggetni. Teljesen leamputáljátok minden egyes részét, mint a nekromorfnak, és akkor utána kiiktatja magát. Viszont a pöröly az a legjobb. Kicsit lassú, de megoldja. Egyből insta killezze a zombikat egy fejessel. Ja. És hát a dupla csövő a legnagyobb kelléke a démon, a náci, illetve a zombiírtóknak, a darálóknak természetesen. Meg kell tisztítani az alsó emeletet, aztán a főső emeletet, mert ott is vannak, és utána ki kell menni az utcára. Látjátok? Ennek még alig fél feje volt meg. Öcsém, remélem ezt most senki nem veszi fel a kamerára. Na, itt kapjuk a bébózütőt. Meg Molotov koktél. Hopp! Az szép volt. Igen, jobb klikkel szintúgy insta killezi a zombikat, ha fejre célzol. És igen, itt az étteremben mind a 20 zombit kell kiiktatni. De annyira jó fejek ezek a zombik, hogy konkrétan követnek engemet, és ezek még vért is köpnek. Ráadásul vigyázni kell, mert az veszélyes.
Ja, te nem vagy zombi, bocsánat. Ennyi. Persze, hogy az utamba álljál. Ezt a kaját elviszem. Gondolom ez az én menüm. És gondolom, hogy szerintem a konyhán belül... Hát a konyhán belül már voltam. Hopp, ezeket átveszem. Itt van shotgun ammo volt. Még egy kis kaja. Hát akkor nyilvánvaló majd akkor az út előtt lesznek. Mert nyilvánvaló felénél már túl vagyok. Itt van még sörétes. Aha, itt van, szavasz. Hát még a WC-ben volt egy. És miért? Onnan a helyről jönnek, ahol teljesen meg kitisztítottam. Mi ez a mortír önimádat? Téged is fejbe kólintalak, mert számon kérem a dolgokat. Téged is. Mag zombikat szeretnék látni, nem csak izéket, sima embereket. De úgy látszik, akkor szépen így össze-vissza járkálok. Hova megkímélek. És akkor meg lesznek a zombik már mindjárt rögvest. Valamikor hogy egyesével vagy kettőd magával jönnek. Emlékeztek, kitisztítottam a WC-t, abban a pillanatban bemegyek. Még nem jelent meg, de nyilvánvaló, hogy vissza fog spónolni egy darab. Illetve ha kivegyek, nyilvánvaló. Kint nincsenek, de ez hogy került? Ez konkrétan már itt van. Kettő. Tehát nem tudom, hogy van megcsinálva ez az random spónolás, de... Miért létezik a mortír? Komolyan. Na még egyszer, gyere elő a WC-ből. Á, pedig tudtam volna. Na most szépen visszamegyek. Kimegyek, visszajövök, és ott lesz az utolsó, figyeld. Hallom, már hallom. Á, segítek, nehogy szenvedjél itt nekem. Hát eléggé furcsa. A, hogy került fel ide a tetőre? Na, ennyi volt a 20. És megérkezett a hadsereg. Tehát ők már fel voltak készülve. De persze ők nem tudják. Ja, de hát a tankkal szét... trecskálnak mindent. How'd you like to be the new municipal mad cow relocation engineer? Well, I am in between careers at the moment. Városi kergemarha internáló vezető. Wow. Micsoda cím ez? A marhákat kell kiiktatnom. Now pay close attention, son. We found that the most effective and entertaining way to dispatch a cow is with this here government approved sledgehammer. Most kaptam meg először a pörölyt, egyébként. Okay, go. Jó, most iktassam ki az állatokat. Egy kis PETA ellenes mozgalom fog történni. Egyébként két dolog is van, ugye nem elég, hogy 21 marhát kell kiiktatnom, de ha szépen megfordulok úgy, hogy a segluka van előttem, és nyomok egy jobb kliket, amivel torszerűen eldobom, de nem jön vissza. Mi fog történni? Mentek. Földugom a marhának a lyukába a pörölyt, és ráadásul egy lila fing jön ki belőle, tehát még élvezte is. Eredeti változatban nem lehetett kivenni. Eredeti változatban nem lehetett kivenni. De jó, hogy most ki lehet venni. Hol van a kalapács? Na, mivel ezt adta nekem, akkor így csináljuk meg. Aj, ne futkározzál már! Ha, és kiessék a kezemből. Ja persze, mert dobom! Ki lövöldözget? This can't be good for me, but I feel great. Itt van egy haradar. Itt fel lehet menni erre a lepukott istálóba? Ha,
Ha? Nem. Jó, jöjjön a következő. Ja, húsdarabok esnek le, és azok huppannak a földre, és ilyen lövéshangot adnak. Én mondom, ki lő? Mert ez konkrétan a lövéseknek a hangjai, de akkor nem. A húszafatok esnek le. És ki van cserélve a hang? Na, most eljutottam egy... Ó, ott van egy láncfűrész. Ha valakinek kell, akkor szedje föl. Nekem van, megvan. Aha. Tehát haladnom kellett. Ó, köszönöm szépen. Kaptam utánpótlást a gránátvetőmhöz. És... Valaki hívja Pamela Andersont. This one's for all the oppressed McNuggets. Fucking burn it all down. Szóval ez az L-A-M-E, ami egy szóvic, mert ugye a lame, ugye unalmasat jelent, szánalmasat. Ők itten a helyi peta csapat. Ők itten a helyi peta csapat. Ja. Nézzük a kaszával megoldható a dolog. Megoldható. Ez megoldható. Viszont kell a macséta, az gyorsabb viszont. Igen, az gyorsabb egyébként. Nem, nem igaz, hogy nem tudok beugrani az ablakon. Be tudom rúgni, de beugrani nem. Ráadásul ez a Google-os spammelős megoldás, amivel be tudok klippelni. Bitch, please! Na jó. Aha! Ez volt a petásoknak a lakhelye. Jó, akkor bemegyek az ajtón, úristen! Ó, megvan nekik a szuperposztál! Megvan nekik a szuperposztál. Csak... Az agyuk nincs jó helyen. Drive-by Avengers. Érdekes, egy árkád kabinet. Itt van Larry a homár. Vagy Omar a homár. Úristen. Itt meg Vince Devil. Vagy Desi... 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 Vanille. Mindegy. Vince Desi, a játékfejlesztő csapatvezető. És ugye... Ő itt az ördög. Amikor ledobta a izét, akkor tehát a láncfűrészért hogy lehet oda fölmenni? Nyilvánvaló, hogy itt lehet fölugrani egyébként valahogy, és akkor meg lehet oldani. Az előbb fölklippeltem oda, tehát nyilvánvaló, hogy meg lehet oldani, hogy oda föl lehessen ugrani. De mondom, nem kísérlem meg. Aki próbálkozik, akkor nyugodtan mehet föl a láncfűrészért. És ha már... Előre hozta, ha már szó volt róla, hát akkor használjuk már, mert annyira nem használtuk, és hát ugye 10 000 üzemanyaggal rendelkezik, tehát nyilvánvaló, hogy ez nem véges, csak akkor fogy, amikor éppen tengetek vele. De szarul célzol! Szalad a karok nélküli csávó! Erről eszembe jutott egy darab, amiben játszottam. A Martin Mendonegnek volt egy regénye, egy regény trilógiája. És abból a harmadik regényt játszottuk egyébként, a Vaknyugatot. Ez egy testvérháború volt, és az volt benne a lényeg, hogy volt benne egy karakter, akit az én karakterem megemlít, hogy volt egy lány, aki ajak nélkül született. És erről jutott eszembe a karok nélküli lány. És erről valahogy így átpályázott a karok nélküli fiú. Viszont totálisan hangos, úgyhogy... Elég volt. Ez a kinyitom az ajtót, dupla csövővel várom, hogy néz, hogy... Ha?
és csodálkozik, ha már kiukasztottam a fejét. Ez milyen tükör? Nézd már! Hát konkrétan a játéknak az egyik város, ez egyik kapujának egy screenshotja. Jó közelről. Hát az a baj, hogy még nem vagyok kész, mert még nem iktattam ki a teheneket, az összeset. És amíg ezeket megtalálom komolyan, össze-vissza futkároznak a lövéstől, totálisan megrepáltak. Molotov meg dinamit van itt, tehát hogyha valaki akar, akkor nyugodtan használhatja. Ja, meg persze... És persze, hogy a bokron nem, ez az egyetlen, ami nem tudok átugrani. Akkor kénytelen vagyok a házon keresztül kimenni. Ja, igen, a rendőrruha miatt teljesen megörültek a petások, úgyhogy... Most hát nem is mondhatnám, hogy megörültek, hanem totál nem csinálnak semmit, és... A zombi tehenek! Hát persze, hogy ők kellettek ide. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy használom ezt. Jobbat mondok. Ha már adott nekem pár gránátot a... Hulla hopp! Zombi tehén. Hulla hopp. Kell a macséta mindenféleképpen. Az a baj, gyorsabb, de nem erősebb, mint a kasza. Nézzük a bozótvágót. A másikat, a... sövénynyírót. Sövénynyólót. Nem már, hogy megöltek! Mikor mentettem utoljára? Baszd meg! De nem akarnak megdögleni. Persze. Persze. Tudhattam volna. Megörült ez a tehén. You won't feel it then, I promise. Azt kérem. Mondom, azt kérem. Köszönöm. És még heten vannak. Hát akkor szerintem erre lefele kell menni, csak az a kérdés, hogy hogyan. Mert hogyha én erre megyek... Aha, itt le lehet jönni. Aha. Most már nyugton marad. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Okay. Come here, Cal. És még három kell, és mindjárt készen vagyunk. Még az a baj, hogy mindig megsebeznek, szóval ez benne van a pakliban. Készen vagyunk, húristen. Na, ennyi volt. Well done, son. You did so well. I'm promoting you to Chief Pigeon Relocation Engineer. Na menjen francba majd galambokkal, hogy ugyanezt megcsinálni, mi? Rakétavető? Don't abuse it now. Okay. Time to relocate some pigeons.
Galamblövészet rakétavetővel. Oké. Puty! De ekkor... I told you no! What the hell you think this is? Friggin' bullshit! Ez Vince Desi. Hold on! Proposal for the pigeon mission. Proposal for the pigeon mission? We ain't got no budget for pigeon missions! The fuck, are you kidding me? Vince, the kids! Gotta think of the kids! Look at the quality of this video! You want my... Enough! Hold on, I said! Who is this? Get on fucking line, you want money too! You, fuck you too! Igen. Nem volt pénz a küldetésre, ezért kivágták. Ez kurva jó poén volt egyébként. Wow, that was the most incredible thing I've ever done. És jól látom, hogy a kínai étteremnek az a neve, hogy zsíros panda, Greasy Panda. Hoppá. Man, that's annoying. Oh, mobilunk. Hello. Hey dude, this is Vince. I got a job opening for you. No. Due to some gross fucking incompetence, we've decided to break from our scumbag publisher. The problem is, he's got our fucking gold master. Go fucking get it, now! No problem, but how do I get inside? Don't worry about it, that's all been taken care of. Bullfish Interactive. Aha, egy RVSS felrobbantotta. Ez a Bullfish Interactive egyébként egy ellenséges játékfejlesztő csapat, aki konkrétan az RVS ellen akarnak tüntetni azzal, hogy saját játékot készítenek, hogy ezzel nyűgözzék le az RVSS-eket, hogy ők jobb náluk. És ugye most Vince maga a valóságban is a fejlesztő csapat vezetője, kér meg minket, hogy az aranylemezüket szerezzük vissza, és azt vegyük el, és akkor majd lesz egy boss fight a frakcióvezetővel, az ottani játékfejlesztő csapat brigádvezetővel, a CEO-ssal. Egyébként fun fact, ez benne van, hogy nem volt pénz tényleg a fejlesztésre, és akkor kivágták az egészet, viszont van egy modifikáció, amivel visszahozták ezt a galamblövészes dolgot. Nagyjából majdnem meg lehet csinálni, de a vége ugyanúgy marad, hogy mégse kapjuk meg azt a lehetőséget, hogy ténylegesen megcsináljuk. Úgyhogy hiába csináljuk meg, hiába nem csináljuk meg, ugyanez a poén fog kisülni belőle, úgyhogy ennyit erről. Irtózatos jó volt, és akkor szerintem most valamelyik irányba el kell indulni, és akkor egyszer csak bejutunk a játékfejlesztő brigádhoz. Úgyhogy vegyük el a gránátvetőt illemszerűen, és akkor haladjunk. Aha, itt van a katonai bázis. Az arizonai Paradise katonai bázis, szóval akkor innen jöttek a tankok kifele. Akkor nyilvánvaló. Mi ez? Laundered Claws. Aha, ez pénzhamisítás, meg ilyesmi, olasz étterem, nyilvánvaló. Ott van bent a gránátvető. Az M79-es gránátvető. Akkor nyilván erre felé kell menni. Szegény csók, amit... Mit kapott? Elvileg... Jaj, de nem tudok bemenni. Ez csak textúra. És akkor gondolom erre felé kell menni. Hoppá, shotgun. Hallom a tűzhangját, akkor nyilvánvaló... Ja, itt van a kórház! Várjál? Akkor másik irányba kell menni. Az a baj, nincs térkép. Nyomom az M betűt és nincs. Meg hát nincs is az inventoringba térkép, úgyhogy nem tudjuk nézni. Itt van! Meg vagyunk. De ki lehet olvasni, hogy Bullfish Interactive. Na és akkor két oldalt kell bemenni. Na, és akkor itt vagyunk bent, és akkor szerintem jön majd a fight. A játékkiadó. Ó. Halló, csörög a telefon. Halló. One side.
Vedd már fel a telefont! Ah, Istenem. This can't be good for me, but I feel great. Mindegy, próbáltam felvenni, de nem sikerült. Elvileg az X-patchben még fel is lehetne venni a telót, de nem jön össze. Aha, hogy átmenjek izé a mágnes kapun. Francokat! Mondom, a francokat! Wow. Ezt hogy sikerült megcsinálnom? Mindegy, a mellényt kérem. Ne! Nem igaz, hogy nem lehet átmenni. Na, hagyjatok már. Ups. Aha. A macska van itten. Remélem nem hívfertőzött. Nem, sima jó van. Van itt a gépen valami egyébként? Azt mondja... Ó, az első, a Share the Pain reklámozása Gary Coleman-nel. Ráadásképpen. Aha, publikus szarozó. Zuhogó képpel. Persze, a tükör nem jó. Janitorial, az a... itt a portás, a takarító részleg. Pöröly. Macséta, shotgun, macséta, sörét, gránátok, golyóálló mellény ismételten, és benzines kanna. Oké. Okay. Hú, de beindult a fejem. Ú, azt a rohadt élet, és persze, hogy már megint itt vagytok! Jobbat tudok! Ow! Az anyádat! Move along. Ó, sár, fánkok! Nyom, 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 nyom. Aha, és ettől beokádnak ettől a fegyvertől. Zöld tehén puki? S tudom, ha belemegyek, akkor... Igen, ha belemegyek, akkor engem mérgez. Hoppá! Belementem a méregbe. A mini nukot az azért nem akarom még használni, mert az nagy területen sebez. És hát az... Oké. Fejlesztés. Shiny Cube. Aha. Itt van az összes... Árkádos kabinetes izé játék a hétköznapokból. Bébozütő. Csoda, hogy itt talán láttok valamit. Az mi? Jó, semmi, csak nagyon hadarsz. Oké, mi ez a másik szoba? Ja, csak egy random iroda. És itt be lehet menni a... Olyan ilyen külön részleg. Hello. Ki nem szarja le, hogy amerikai vagy? Ő a fejlesztő csapat vezére. Ó, Cyber Vampinatrix. Félig nő, félig vámpír, félig kiborg, félig náci, és nagyon dögös. Sokkal többet szop ki belőled, mint a lelkedet. Wow! Ugyanaz a szobor van ott, mint a banknál.
Hallway Tournament 2005, ez a Unreal Tournament? Mit csináltam rosszul? Hát csak fölült, fölálltam az asztalra. Normálisak vagytok? Oh, my nerves. I gotta find more of that good stuff. Hoppá. Better already. This can't be good for me, but I think... Anyádat! De, Halo! Köcsög! This can't be good for me. Szopnál vért a szemeden. Ezen akarnak kimúlni. Tudom, hogy van ott a revolver, de ezt én a Paradise Lost-ban szeretném használni, mert ott használják leginkább. This can't be good for me, but I feel great. Nem kapok több izé crack-kólát. Macséta, meg izé kergemarha fej. Az jól lát... Ja, azt hittem kutyakaja fej. Jó, várjá! Az jól látom? Ó, igen. Baboon testicles. Intestical juice. Pávian pöcs. Pávian golyók. És szerintem ez is golyó. Tehát nem az a kínai gombóc, amit nehezen tudsz megrágni. Mi van? Arra én nem tehetek, hogy ezért konkrétan pávián golyót osztogattok mindenkinek. Hol lehet ez a fejlesztő krapek? Oh, itt a crackpipa a padon, amit nem tudok fölvenni. Ó, milyen szépen kétdésen lerendelelt étel a menzáról. Azt hittem gránátot látok ott, de ez csak egy random falevél. Konkrétan tölgylevelek hullanak le egy olyan fáról, ami nem is tölgyfa. Wow. Hoppá. Átklipett a fejem egy pillanatra. Tehát nem tudok átmenni. Egy angyalkép. A Bibliából. És itt a kijárat. Hát nem lehet kimenni. Kösz. És szerintem itt kell tovább menni, hadd segítsek neked. Aha, ide kellett jönni. Boss fight lesz. Gyerekek, érzem a boss fight szagot. Mert ott a boss. És jól látom, ott megkúr egy állatot? Egy tehenet? Wow, my eyes. Nice plan there, man. Jeez. Mr. Desi is on line one. Hey, Vince sent me to pick up the Gold Master. Gold what? Hey man, there's no Gold Master. Fraud. Fraudnak hívják. Vince is just crazy and insane. I never got any Gold Master, and I'm definitely not running off copies, eh? Postal 2, smell the pain. Aha. Ez konkrétan a játék, csak kiparadizálva. I can't even get a call out of that guy, eh? Mr. Desi is still holding on line one. Or a Gold Master, which I do not have right here on my desk, nope. Ah, az aranylemez az konkrétan maga a játék, az alapjáték. Okay, we can do this the fun way. Megkaphatom a pénzt, ami ott van bal oldalt. Hey, that's my Gold Master that I don't have. Give it back. Security! Shit. Oh! Jesus. Rakétával támad. Na, én majd... Többől visszarántok ő gránátvetővel. Igen, és ő a... Igen, hát persze, hogy... izét használ. Csak ne gyere utánam, oké? Okay? Kár, hogy nem tudom felvenni őket. Talán mondjuk nem lassítás kéne. Ó,
Ennyi voltál. Akárhány szó boss fight van, Crack Cola és granátvető. Kész. És tart a távolságot tőle. Jó, akkor most találkozunk el Vince-szel, aki épp a csajokkal van együtt. És ezzel a boss fight-tal véget ért, gyerekek, a szombati nap. Úgyhogy gyerekek, innen fogjuk folytatni a következő napot, az utolsó pályát, a vasárnapot, amikor is Vince-szel fogunk találkozni, addig is. Én ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, ne üljetek meg senkit, tartsátok meg a józan eszeteket, és további rage-mentes szép napot kívánok mindenkinek. Ja, amúgy meg nem bántam meg semmit. Sziasztok!